sportfórumot rendeztek a Baranya megyei önkormányzat dísztermében Pécsett. A találkozó célja az eddigi fejlesztések bemutatása mellett a jövőt építő gondolatok, ötletek megvitatása volt. Az eseményen részt vett a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, aki a testmozgás fontosságáról is beszélt. Szabó László kiemelte, hogy a kormány azt szeretné elérni, hogy a fiatalok rendszeresen tudjanak sportolni, de az infrastruktúra fejlesztése is nagy szerepet kap. Mint mondta, nincs egyik a másik nélkül. Fektet energiát arra is, hogy a fiatalok megtalálják a sporthoz vezető utat, ez létesítményre, testnevelő tanára, mindennapos testnevelési órára van szükség, és energiát fektet arra, hogy a legjobbak, a legtehetségesebbek közülük eljussanak a csúcsra, pontosan azért, hogy aztán motiválják majd a többieket, a fiatalokat arra, hogy belekezdjenek a sportba. Nem lesz minden fiatalból olimpiai és paralimpiai bajnok természetesen, de egészséges életet élő, egészséges életmódot folytató fiatal, az pedig minél többből kell, hogy legyen, és ebben a csúcsportolóinknak a példaadása jár az élen. A Baranya megyei önkormányzat elnöke beszédében a megvalósult fejlesztéseket elevenítette fel. Őri László felidézte a nemrég centenáriumi évét ünneplő PVSK beruházását, de a Nemzeti Kosárlabda Akadémia átadását is a megyeszékhelyen megvalósult fontos fejlesztések közé sorolta. De nem álltunk meg a megyeszékhely határainál, hanem a megye kisebb településein, sőt a legkisebb településeken is valósultak meg kormányzati támogatásból olyan jelentős sportfejlesztések, futókörök, sportparkok, amelyek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a gyermekek, a fiatalok baráti, családi körben iskola után kicsit lemenjenek, mozogjanak, legyenek levegőn, és én azt gondolom, hogy ezek igen fontosak. A megyei elnök hozzátette, hogy a választások után is töretlenül támogatják majd a sporttal kapcsolatos fejlesztéseket. Az eseményen kiemelték, hogy minél több világszínvonalú esemény hazai megszervezését is szeretnék elérni.